Nyitem meg gyorsan Szőnyi Attilának a nevét, mert szeretném én is fölkérni, hogy legyen moderátor. Tudja nagyon jól, hogy rengeteget szoktam beszélni, úgyhogy azért a fél óránál majd csapkodja az asztalt, illetve valamit jelezzen, hogy itt a vége az előadásnak. Én is akarom húzni az időt. Kérlek, léptes egyet, Attila. Na tudok. Nem tudok. Dehogy nem. Már megy is. Mottóként nem véletlenül választottam az egyik kedvenc írómnak, Albert Camusnak a Magyarok vére című írásával az egyik mondatot, ami így szól, bocsánat, egy kicsit ezt följebb emelem. A magyar vér olyan nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Ez igaz, hogy 1956-tal kapcsolatban írta, de nagyon fontos elmondani azt, hogy egy szabadságszerető nép, aki ugyanolyan szabadságszerető nép, mint a magyar, ők is észrevették ezt, hogy igen, értékes a magyar vér Európának. És azért hoztam ezt párhuzamban Rákóczi, második Rákóczi Ferenc kapcsolatával, ugyanis a szabadságharcnak is voltak francia kapcsolatai. De hogy egy kicsit kitérjek, és kérlek Attila, lapozz még egyet. Monor tekintetében is tudunk beszélni magyar, illetve francia kapcsolatokról. Például, amit először, aki látja a diát, láthatja, hogy Ajnald lovag, ugye Monor név eredetével kapcsolatban is legendák övezik, hogy állítólag ő kapta meg birtoknak, és ebből alakult ki ugye itt a Monor név, ugye ő is francia lovag volt. Ezen kívül az Anzsuk is ugye francia vérből valóak voltak. Tovább megyek Mohácshoz is tudjuk kapcsolni ugye a Habsburg-francia rivalizálást, aminek a sorsát ugye tudjuk, hogy mi lett a vége. De ugye a legfontosabb ebből a szempontból nekünk a Rákóczi szabadságharc, hogy az uralkodó gyakorlatilag, amíg a világtörténelmi dolgok úgy alakultak, hogy érdeke volt, hogy szolgálja azt, hogy támogassa a magyar szabadságharcot, ugye a franciákról beszélek elsősorban, akkor azt megtették. Elsősorban anyagilag, de volt ugye a katonát is küldött, de ugye amint a politikai kerék az fordult, sajnos ebből így nem lett semmi, és ha a hamvába holt a nagy reménység. És amit még ki szeretnék emelni ezzel kapcsolatban, nem is 56-tal, hanem egy kicsit visszább szeretnék menni, ugye 1920, ugye Trianonnak az éve, ahol a magyar-francia kapcsolatok egy kicsit megfeneklettek. Nem véletlenül hoztam fel ezt példának, mert ahogy látható a dián is, ugye második Rákóczi Ferenccel kapcsolatban rengeteg olyan település van, illetve ahol járt, ahol született, amit az ősei védtek, amik már mind a határon kívül vannak. És mikor Attila engem tavaly ősszel fölkért erre a megemlékezésre, hogy tartsak egy előadást, akkor felmerült bennem, hogy mivel is lehetne megtölteni. Tudunk-e valamit egyáltalán Monor és környékéről, ami Rákóczihoz köthető, mert ugye mindenki ismeri akár Kassát, ahol eltemették, Munkács, Ungvár, Borsi született, ahol az ősei voltak, akár a Majtényi sík is, ami ugye a fegyverletételnek a színhelye volt, hogy ez sincs már Magyarországon. Tehát, hogy tudunk-e Magyarországon úgy emlékezni Rákóczi Ferencről, hogy gyakorlatilag az életének nagy hányadában, ahol élt, dolgozott és művelt, ott ez nincs most nálunk. De lehet, hála Istennek, erről az én előadásom is, és meg az utánam következő két előadás is erről fog szólni. És amit legalúra írtam a diában, ugye azt, ami a legfontosabb számomra, és talán ez fogalmazódott meg, hogy az emlékezés, tehát azt, hogy tudunk második Rákóczi Ferencre emlékezni, az határtalan. Tehát mindegy, hogy sajnos most ezek a települések nincsenek itt, Csonkahonhoz csatolva, de ettől függetlenül emlékezni tudunk itt is. Akkor gyorsan belevágok, mert szalad az idő. Elsősorban, ugye, ha már Monor és térsége a kuruckorban volt az előadásnak a címe, akkor Monorral szeretnék foglalkozni. Azt tudjuk, hogy körülbelül 1690 tájékán 106 család települt be Monorra. Ez nem véletlen, és gondolom sokan tudják azt, hogy a török időben, vagy akár a Rákóczi szabadságharc közben, vagy után, ugye rengeteg település elnéptelenedett, Monorral is így volt, és ugye 1690-ben azért 106 család betelepült, és újra indult itt az élet. Amit fontos megjegyezni, 27 monori kuruc katonának a nevét ismerjük, és engedjétek meg, légy szíves, hogy őket mind felsoroljam, mert szerintem megérdemlik, hogy méltón emlékezzünk rájuk. Bagosi István, Beke Mátyás, Bulján János, Cseszes János,
Csikós György, Fekete Péter, Hegedűs István, Herceg Gergely, aki egyébként rab volt, ez 1705-ös feljegyzés, Kovács Istók, aki szintén rab volt, László Gergely, Lukácsi Máté, aki Budán volt rab, Fenső Mácsári Miska, Mocsári Mihály, Monori Péter, Olá Márton, aki jász volt, Radó Kis Ferenc, Rácz Miska, aki szintén Budán volt rab, Seres János, Szabó János, aki szintén rab volt, Szabó Péter egyetemben, a Tóth családból Tóth Mihály, Tóth Mátyás, Tóth Péter, ő Budán volt rab, Bújdosó Vákai István, Vákai Mihály, Vákai Péter és Vince András. Két képet Soltész Éva jóvoltából sikerült elhoznom nektek. Egyébként ezeket nem sokára meg is fogjuk majd látogatni. Tehát két emlékműben is megvannak a Monori Kuruc katonának a nevei, és itt szeretném külön kiemelni Vásárhelyi Gézának a nagyszerű munkásságát, ami nélkül nem tudhatnánk most teljesen azt a 27 nevet, és nem lenne akár egy vagy két emlékmű is ugye a Rákócziakkal kapcsolatban. Érdekességeket is hoztam, én Monori erdő történetét kutattam, és észrevettem egy 1732-es iratban egy határvitánál, hogy szerepel egy Tóth András, és érdekes módon előkerült ugye az emlékművön is, Tóth családból is volt vagy három, aki Kuruc katonát adott. Azt el kell, hogy áruljam az itt jelenlévőknek, hogy bizonyítottan, tehát anyakönyvek ugye ebből az időszakból nincsenek, de pontosan meg lehet mondani, hogy már 15. század végétől ez a család itt Monori és környékén itt volt. Persze a Tóth név az ma is rengeteget foglal magában, sokan vannak, de érdekesség, hogy hármat is adott Monoron Kuruc katonaként a Tóth család, és ezek szerint Tóth András is létezett. A másik, amire Tóth Gábor barátom, Monori lokálpatrióta hívta fel a figyelmemet, az pedig a Vákai név, ugye ők is kettő katonát adtak a nagyságos vezérlő fejedelmünknek, és ő mondta, hogy a Kapisztrán utcában, itt Monoron, még mindig létezik egy Vákai család, illetve egy Vákai úriember, kérdés az, hogy ő rokon-e vagy sem. És ugyanígy vagyunk a Mocsári családdal, ugye Felső Mácsári, illetve Mocsári is szerepelt, ismerjük szerintem nagyon sokan Mocsári Károly munkásságát, aki rengetegszer jön Monorra, több monori kötődése van, és ki tudja, hát ha ide tartozik. De hogy ne csak Monorról beszéljünk, azt kell, hogy elmondjam ezzel kapcsolatban, és ezt előzőleg elfelejtettem elmondani, hogy Marunák Ferencnek szeretnék köszönetet mondani, aki egy közel 60 oldalas dolgozatot, írományt sikerült összeállítania, Monor, csak kimondott a Monorra kapcsolatban és a második Rákóczi Ferenccel, amit először nem hittem el, hogy ennyi létezik, úgyhogy azt tudom mondani a diákoknak, akik a versenyre készülnek, hogy kössétek fel a gatyátokat, mert nagyon sok információ van, és lehetnek olyan kérdések, ami meg tud fogni titeket, de higgyétek el, megéri elolvasni, mert nagyon sok információt tudunk meg csak ebből a korszakból. Cséfharaszt 1703-ban, ugye most úgy gondoltam, hogy a térségben nem sorrendben, de kiválasztok egy-két települést, ugye a Monori térségből, és azokról mondok egy-két információt. Szóval Cséfharaszt, ugye a Pótharaszti puszta templomnak az egyik megmaradt falát láthatjuk. 1703-ban a szabadságharc kezdeti évében annyit tudunk róla, hogy a 15. század második felében már ők két szín alatt áldoztak, tehát husziták voltak. Ezen kívül Mende, Péteri és Vasadot, így most így egybe gyűjtöttem, azért, mert ahogy több településnél is előfordult, tehát hogy később települtek be, róluk is el tudjuk mondani, hogy Mendén és Péterén és Vasadon a bosnyák, a kohári, az eszterházi, az illésházi, ezek mind híres családok, a rádai, őről meg fogok beszélni, a darvas és a szilasi családok voltak, akik betelepítették. Péterivel kapcsolatban még 2001-ben jelent meg egy fantasztikus monográfia, gyakorlatilag Péteri településsel kapcsolatban ajánlom olvasásra, és amit még nem tud senki se itt olvasni, de nem sokára remélhetőleg megjelenik nyár végén, illetve ősz elején, az pedig Vasadnak a története, az első monográfiáját pedig Tenke Sándor fogja nekünk megírni, amit nagyon várok, mert tavaly 2018-ban egy 14 oldalas kis kivonatot készített, amiből kiderült számomra is, hogy ez egy komoly anyag lesz, úgyhogy remélem, hogy ezt is olvashatjuk nem sokára. Akkor Ecser és Maglóddal kapcsolatban igazából neveket tudnék felsorolni. Én azért gondoltam, hogy kigyűjtöm, illetve hogy lássa mindenki, hogy milyen családnevek voltak már, hát ha a ti őseit, illetve az önök ősei is megtalálhatják magukat. Nem is szeretném mindegyiket felolvasni,
viszont Maglóddal kapcsolatban egy 1703-as eseményhez kapcsolódóan ezt a szöveget találtam. Akiknek a kurucokkal semmi része nincsen, hiszen falunkból ki is mentek, a kurucok cselédei, meg a családjai. Ez azt jelenti, hogy 1703-ban gyakorlatilag már elnéptelenedett, tehát a Pest alatti Tabánból kitörő rácok felprédálták ezt a települést, és nem csak ezt a települést. Gomba. Mert azért egy kisebb településnek számít most, de nagyon jelentős kuruc hagyományai vannak, illetve kuruc emlékei vannak. Erről én sem tudtam addig, amíg az elmúlt két évben az önkormányzat segítségével nem sikerült 5 kötetet is kiadni a Gombai Históriák címmel, ahol az első kötetben is Arató Évának köszönhetően rengeteg kuruckori emléket tudtunk meg Gombával kapcsolatban, mint például az, hogy 6 kurucot is ismerünk. Ezen kívül, ahogy olvasható a dián, tudjuk, hogy 2 református prédikátort is kínoztak ebből az időszakból. Az egyik az Veres Marti Miklós, és a másik pedig az a Keremendi András, akinek a felesége, Peregi Kata, magához a nagyságos vezérlő fejedelemhez írt levelet, hogy kérlek szabadítsák ki, mert nagyon rossz sorba vannak, szerencsére azért ez sikerült. És Gombával kapcsolatban tényleg ugyanúgy sok információ van. Híres családokat is összeszedtem. Szerintem mindenkinek ismerős a Szemere név. Gombához kapcsolódva a Szemere László ő főbrigadéros volt. Akkor a báji pataiakat sem kell szerintem nagyon bemutatni, hiszen a kastélyük a mai napig áll, és ő nekik ugye Sámuel nevezetű fiúk. 1710-től előtte ugye kuruc volt, de később a császár oldalára állt. Fáji István Erdélyben bújdosott, például Murányvárnak volt a kapitánya. És Rádai Párról, akit Vasadnál is érdemes megemlíteni, de Gombánál is ugye ők itt birtokosok voltak. A fiataloknak is talán ismerős lehet az, hogy ő szövegezte a manifestumot. Azon kívül a Mercurius Hungaricus akkori lapnak volt a főszerkesztője. Követ volt Erdély kancellár és egyben bújdosó is. Pécelen halt meg, de végül Losoncon temették el. És aki még egy érdekes személy, az Máriási Ádám, a Máriási családnak az egyik leszármazottja. Őről a sok legenda kering egyébként Gombával kapcsolatban, vagy Gombához kapcsolódóan. De egy biztos, hogy ő tényleg emigrált II. Rákóczi Ferenccel, és 1738-ban ő is külországba, Kotikban halt meg. Hoztam egy-két képet, ugye a báji patai kastélynak a képét, ugye ez egy 1900-es évek elején képeslapon, és mellette Rádai gróf látható, akinek a képe egyébként azért érdekes, pontosan ez a kép, mert a Magyar Nemzeti Galériában látható, és ugyanaz az ember festette, aki II. Rákóczi Ferencnek az egyik leghíresebb festményét, tehát Mányoki Ádám. Gyömrő. Hát meg kell, hogy említsem, mert ugye a Manoli térséghez kapcsolódik, de csak annyit szeretnék elsősorban mondani, hogy 11 kuruc katonát ismerünk, a többit nem szeretném elmesélni, mert a következő előadás az gyakorlatilag erről fog szólni, Gyömrőről és a kuruc hagyományokról. De amikor Gyömrővel kapcsolatban kutattam, akkor találtam egy érdekes adatot, mégpedig azt, hogy Pest megyében, ebben a körzetben gyakorlatilag 110 faluból 52 elpusztult. Tehát ez nagyon-nagyon rossz arány, de szerencsére azért fennmaradtak később is ezek a települések. Üllő. Üllő egy kicsit kilóg a sorból, de mégis úgy gondoltam, hogy érdemes lenne megemlíteni, ugyanis nem szorosan vett a Manoli térséghez kapcsolódik. Viszont Fehér Lászlónak 2014-ben kiadott nagyszerű kétkötetes monográfiában ennél sokkal, de sokkal több, legalább 8 vagy 10 oldalnyi adat van II. Rákóczi Ferenccel és a Rákóczi Szabadságharccal kapcsolatban, ami Üllőhöz kapcsolódik, de egy-kettőt szemezgettem, ami érdekesebb. Például az, hogy 1704. januárjában Üllő és Ócsa között Szabó Máté kuruc vezértek a seregében, gyakorlatilag a rácokat elkergetik. Ez egy gyakorlatilag egy kisebb csetepaté, amit végre ugye a kurucok nyertek meg. Azon kívül 12 lovast is ismerünk, most név szerint ezeket, őket sem szeretném megemlíteni, de itt konkrétan megmondják, hogy ők lovas katonák voltak. Ezen kívül 3 gyalog gyakorlatilag kuruc katonát ismerünk. Ugye Horváth György, Nagy György, és ez a Fekete György, aki megszökött, sokan voltak így sajnos a Rákóczi hadseregéből, ahogy gyakorlatilag be is lépett, ő meg is szökött, ő valahogy nem bírta ezt a terhet. És
1710-ben, tehát a Rákóczi Szabadságharcnak majdnem a végénél Csebrészi János, aki üllői katona volt, ő azt mondta, hogy sípot fúvattam, és rájuk támadván úgy hajtottam át őket az innenső Dunán, tehát gyakorlatilag a Dunántúra hajtotta a rácokat, tehát még itt is volt úgymondva remény arra, hogy valami jobb dolgot kialakítsanak, tehát a rácokat el tudták üldözni, de hát természetesen azért a béke az olyan lett, amilyen. Hát egy kis üllő térképet próbáltam becsempészni, de mehetünk is tovább. Akkor már gyakorlatilag még 4 település maradt hátra, ami a Monolit kistérséghez kapcsolódóik. Nyáregyházával kapcsolatban dr. Bába József könyvét még 1990-ben adta ki. Ő foglalkozott komolyabban ezzel a településsel és a korszakkal is. Így gyakorlatilag nem ismerünk Kuruc nevet, azt tudjuk, hogy itt is a Pestről kitörő rácok pusztították ezt a települést, és ők is majd csak a szabadságharc után települnek be 1711 után. Viszont Pilissel kapcsolatban érdemes megemlíteni, talán nem kell bemutatni a Beleznai kastélyt, itt mindenki láthat a négyes mellett, de volt annak egy főúr, aki az egészet alapította, Beleznai János. Hogy miért érdekes ez? Mert egyébként ő később a császár oldalán is volt. És a majtényi fegyverletétel során az a Páfi János gróf, aki, illetve generális, aki aláírta a szatmári békét, császári oldalról, még Károly Sándor ugye a Kuruc oldalról, tehát el tudjuk mondani azt, hogy ezt a békét gyakorlatilag két magyar kötötte meg. De a legfontosabb, hogy ez a Páfi János, aki nagyon-nagyon magasra vitte katonai téren is, ő egyszer csak megkérdezte ott Beleznai Jánost, aki szintén ott volt, hát hogy te János. 1708-ban Vácról Érsekújvár, ami nem kis távolság, 200 emberrel lovagolta át, segítetted az ostromlottakat, és még azon az éjjel visszatudta úgy jönni, hogy senki nem halt meg, senki nem sebesült. Hát ugyanez hogy lehetett? És csak ennyit mondott Beleznai János, jelentem lóháton. Úgyhogy ez mindent elmond az ő személyiségéről. Ugye ez a Pilisi kastély. És lassan a végére érünk. Sűsápról nagyon-nagyon sokat, ugyanúgy, ahogy Monorról, 27 kuruc katonának a nevét ismerjük. És Úriról is, ott viszont 12-t. De ott érdemes megemlíteni Vidács Ferencnek, Karabélyosnak a levelét. 1705-ből, most nem olvasom fel pontosan, hogy mit írt. Az a lényeg, hogy ők rengeteg katonát állítottak föl, de már nem bírják az adó terheket, tehát valamit a nagyságos vezérlő fejedelem tegyen, mert már nem bírják anyagilag, szellemileg sehogy. És ennek hatására egy nagy, kapitálisan szép nagy szarvas küldtek a fejedelemnek. Természetesen a fejedelem egy ideig, jó ideig elengedte az adósságot. Nekem erről csak az jutott eszembe, hogy milyen szép idő volt, mert én ezt most tenném meg az adóhatóságnál, valószínűleg nem sokat érnék vele. És akkor a végén gyakorlatilag konklúziót szerettem volna levonni. Azt el kell mondani összességében, hogy eleinte nagyon kevesen csatlakoztak a Rákóczi Szabadságharchoz, azonban voltak olyanok, és valószínűleg Monorhoz is kapcsolódóan voltak olyan katonák, akik szinte mindenüket eladták csak azért, hogy kurucnak állhassanak. Ugyanis azért kellett, hogy fegyvere legyen, minimum kard vagy szabja, tehát ez nem mindenkinek adatott meg, de tényleg volt olyan, aki mindenét eladta csak azért, hogy a kurucokat tudja segíteni. Az 1705-ös Mányaréti beszédről nem szeretnék komolyabban foglalkozni, mert a következő előadás erről fog szólni, de gyakorlatilag ez a legismertebb és az egyik legfontosabb momentum a mi térségünkben, ami második Rákóczi Ferenccel kapcsolatos. És amint a végére írtam a diának egy kis környezettörténet, érdekességképpen 1703 és 1708 között gyakorlatilag sokkal melegebb volt az éghajlat, és ugye a kis jégkorszak vége, tehát felmelegedés következett. És ez miért is fontos számunkra? Talán az, ami egy következő adatból kiderül, hogy a szabadságharcban közel 85 ezeren haltak meg. Ez főleg ugye katonai, tehát civilek is, katonák, tehát 85 ezeren. Viszont az utána következő, és erről az éghajlat is tehetett akkor, természetesen az ember is. Nézzük meg azt a számot, 410 ezer ember halt meg. Tehát ez döbbenetes adat. És bocsánat, még Attilát kérem az utolsó diához. Egy hosszabb idézettel szeretném zárni az előadásomat. Valószínűleg sokan nem ismerik Takács Tibornak a nevét, aki 1926-ban született Szegeden, ő egy író és költőfejedelem volt. Rengeteg történelmi és hű történelmi regénye van, többek között ebből a korszakból is 4-et írt.
és ebből az Erdély köpönyegében 1976-ban jelent meg, ahol gyakorlatilag Mikes Kelemen, szerintem nem kell őt bemutatni, és második Rákóczi Ferencnek a vívódásait, lelki vívódásait tárja elénk. Ebből szeretnék idézni egy kicsit hosszabbat. Nem is tudom, hogy miért félünk úgy a haláltól. A nagy mulandóságot tekintve olyan mindegy, hogy ki mennyit élt a Földön. Hogy 10 évet-e, vagy 100-at. Hogy szegényen robotolta le életét, vagy fejedelem volt. Hogy bújdosó volt Rodostóban, vagy erdei főkapitánya. De az életben mégsem mindegy ám. És mi élünk vagyunk, Úrfi, mondja második Rákóczi Ferenc. Nekünk nagyon is nem mindegy, hogy az élet milyen. Amíg élünk, minden cselekedetünk lényeges. A cselekedet éltet minket. Hogy mit tettünk tegnap, és mit teszünk holnap. Hogy mit vallunk, és mit gondolnak rólunk mások. Ez a legfontosabb. A mi életünk akár a tükör. Az emberek a múltba néznek, mintha tükörbe látnánk, és ránk tekintenek. És ez az egyetlen mérce, ami bizonyosságot ad, hogyan vélekednek egyszer majd rólunk. Az is számít, de mennyire, hogy számít, mit mond ma Erdélyország népe, ha Rákócziról, a bújdosókról beszél. De tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy miképpen vélekszik rólunk majd a késői nemzedékek sora. Megvallanak minket, vagy leköpik a nevünket? Felmagasztaltatunk, vagy megaláztatunk? Akkor mocskolnak, vagy dicsérnek, amikor már védekezni sem tudunk. Hát ezért kell tudni minden cselekedetünkről, hogy helyese, vagy helytelen. És végén Mikes mondja, sokféleképpen győzhetjük le a halált. Van, aki tettéért, akit híréért, és van, akit másért emlegetnek majd föl az utódok. Ki tudja? Hát, ha egyszer éppen az én leveles könyvemet fogják olvasgatni, a kései magyarok. Hát, szerencsére nem csak az ő leveleit, hanem az akkori kordokumentumait is, ezért olvassák sokat, hála Istennek. Köszönöm szépen!